Jó szórakozás! Most! Benek száz még magyar város, új Ukrajnába. Laktunk mi már nagyon sokszor, sok fajta országba. Magyarok és csehek alatt, rossz volt az apám. Most már senkinek se hiszek, mert az időm lejár. Fejzem a pálinkát, puja hallom csengetnek. Kinézek jobbra, senki, balra, senki, előttem meg két bőrkabátos. Jó napot kívánok! Jó napot! Halljuk, pálinkát főz! Főzök! Mióta főzi? Amióta bejöttek az oroszok. Tudja azt, hogy nem szabad főzni? Mi az már, kimentek az oroszok? Ki? Akkor ti meg gyertek be! Mi lesz, ha mi magát leültetjük? A fiam fogja főzni! És a fiát leültetjük? Az unokám fogja főzni! És az unokát leültetjük? Addigra én már kijövök, nem? Ettem múltkor a patikába, kaptam egy viagrát a jányoktól. Hazavittem, letettem az éjjeli szekrényre. Elmentem kezet mosni, visszajövök, nincs a tablet. Rozi! Hol a tabletta? Jaj, deső! Úgy fájt a fejem, most bevettem. Na, kopasz meg magad! Szépen bementem, mert nem bírtam, látom ott Gugul Laci. Hátulul fel, átcsapok, felnéz, hát csupasz a ő. Csupa arany a száj. Mondom, mi van Lacikám? Azt mondja, beesett a húsolás. Na és? Már a harmadikat próbálom, egy se az enyém. Hát gondolom, meghívom haza. Galambom, hozzá nekünk két pohár bort a Lacikával, meg egy kis hagymát galambom. Meg galambom, egy kis kenyeret, meg egy kis korbát galambom. Azt mondja nekem, hány éve élsz az asszonya? Mondom, 45! És még mindig galambomnak hívod. Csit! Elfelejtettem, hogy hiány. Abár nem rossz asszony. Múltkor is hazajön, mondom, hol volt? Azt mondja, voltam az orvosnál. Na és mit mondott az orvos? Azt mondta, 50 grinya. Jó van, de mit állapított meg? Hát megállapította, hogy csak 30 grinyám van. Jó van, de mit írt a receptre? Hát odaírta, hogy még 20-szal tartok. Aranyos asszony. Elkísért az orvoshoz. Lehajoltam, mondom, doktor úr, svábogár van a seggemben. A doktor odahör, azt mondja, te tégla van, mondom, a tégla mögött van, doktor. Nálunk minden van. Elmentünk az asszonnyal a nyugdíjklubba, vetélkedő volt. Ki kellett tanálni, melyik asszonynak nagyobb a feneke. A földíj, szobakonyha. Béla mondja, az én asszonyomnak olyan a feneke, hogy két székre ül, az felóg. Laci mondja, az én asszonyomnak olyan feneke van, hogy sátorba várjuk a bugyingót. Mondom, fiúk, az én asszonyomnak kék a szeme. Na és, a többi csupa seg. Megkértjük a felvíjat. Jön kifel az asszony a szoba, a fürdőszobába, mondom, Rozi, olyan nagy a feneked, mint egy betonkeverő. Megharagudod, este bújok hozzá, azt nekem, na! Mondom, mi van? Csak nem gondolod, hogy beindítom a betonkeverőt két kavicsért? Na mindegy! Megyünk vele hazafele a klubból, egyszer csak oda jön hozzánk egy kis nyiporgé. A Zsiga bácsi hány éves, mondom? 95! Biztos nem ivott? Látod, fiam, a falu végén azt a tavat? Annyi vodkát ittam életemben! Akkor biztos nem dohányzott. Látod azt a szénakazat? Annyi dohán szívtam életemben! Akkor biztos nem voltak nők. Látod a kert végén a kaszát? Este jött értem a halál!
Úgy megpacztam, hogy a kaszát is ott hagytam. Lementem az orvoshoz, mondom, doktor úr, a tegnap először nem állt fel. Adok ki, megvizsgált, és azt mondja, Zsiga bácsi, hány éves, mondom, 95. Zsiga bácsi magának már soha többet nem fog felállni. Hála Istennek, 80 évig csak neki éltem, most legalább magamért is élhetem. Megvan, Doki, 3 napja nem tudok pisilni. Húzol a nadrágot. Zsiga bácsi gömre van kötve. Jaj, elfelejtettem kenyeret venni. Mutatkozz be. Péterke elipszilon nélkül. Péterke, abban nincs is elipszilon. Én mit mondtam? Mi? Hol voltál, Péterke? Össze-vissza voltam. Voltam horgászni, fogtam ilyen nagy halat. És hol van? Visszadobtam, úgy se hitték volna el. Jaj, voltam temetésen. Na és? Szép volt. Ha mi volt szép? Mikor megszól a zene, csak én kértem fel az özvegyetet táncra. És még meg? Nézem focit, ebéj nézem, ilyen nagy képernyő focit néztem. És mennyi volt az eredmény? 2-0. És ki győzött? Bolond vagy? 0 ide, 0 ott. Apu mondta, meg iskolába, logika volt. Feladták kérdést, mennyi lesz az aspirin és a bot az mennyi? Na és? Én csak én tudtam. Hát mennyi az aspirin és a bot? Az aspirin és a bot az 11. Hogyhogy? Hát az aspirin az 6, a bot az 5 meg 6 az 11. Hagyjából filozófia óra, filozófia óra. És mi volt a téma? A téma tanulság. És milyen példa volt? A példa volt, mikor férfi-nő szex, akkor egymást öltöztetik le, és amikor vége a szex, mindenki külön öltözik fel. Tanulság. Ha meg vagy baszva, senki nem segít rajta. Igen. Igen. Péterke, van neked mennyasszonyod? Van mennyasszony, van mennyasszony. Szép? Szép. Milyen szép? Olyan szép, mint Jézus Mária. Jézus. Van fényképen? Van, mutasd! Jézus Mária. Péterke, mit mondott a mennyasszonyod, amikor megcsókoltad? Nem hallottam, combja nyomta fülemet. Ül Péterke a kapolai bodönkét rendőr. Apád ott hol van? Otthon. Apád ott hol van? Otthó! Ha miért nem nyissa ki? Nem itt lakom. Új hazá! Ezt szoktam elmondani, mikor megyek hazafel a kocsival, hogy őrült banda volt. Élmény volt, hogy nem. Jó emberek maguk. A francok keresnek Magyarországon. Új hazámban, új országban, új asszon kell a házhoz. Hoztam magamnak egy a Zsitomér, bokcánának hívják. Na a régi asszony csúnyával. Csúnya, de ügyes. Ügyes, mert elmentünk a piacra, azt mondja, hogyan hiba? 10 rubel, mennyi nyolc? Miért nem 6? A tegnap 4 volt, ezért van 2 rubeled, adj meg rubet, ha fújom a csöket kopékájába. Mondom, hogy ügyes van, csak csúnya, jó, de csúnya. Emlékszem, mikor kezdődött az egész, megyek haza fel a táncba, dickóhú. Egyszer csak fentül kiabál az emelet, Dezső, gyere fel! Majd, ha egyedül leszel, egyedül vagyok a világon, te! Olyan, mint az anyja. Múltkor egy kicsit hazajöttem, túlittam magam, beugrottam az ágyba, elrendeztem az asszonyt, reggel felkül. Ameg az anyós. Mama! A miért te tetszett szólni? 30 éve nem beszélgetünk, csak nem gondolod, most fogok megszólalni. Olyan, mint a
Múltkor hazamegyek az asszony, már 20 éve élünk együtt. Hazamegyek az asszony, mennyasszony ruhába, fátyolba ül az asztalba. Mi van veled, Rozi? Autásai, még soha nem voltam étterembe. Úgy akarok menni. Vigyél el! Gyere, na! Be a szekére, be az étterembe, leül fátyolba, mennyasszonyi ruhába, azt a pincér! Kirántott hús az asszonynak! Egyé a szádpályon, kegyé! Az asszony. Kadázsöm, olyan nehezen tudom lenyelni azt a kurva kirántott hús. Ó, szikkadj meg a fátylat, emelt fél! Olyan, mint az anyja. Tanító vagyok. Tanítom a pulyákat, nálam az osztályban fegyelem van. Jön az anyja pulyával, múltkor az ablakon figyelem, pontosan járnak a pulyák. Jön az, anyám, Néma Lúnak a lába közt lóg a bélie! A lapád lenne ilyen egészsége! A bírom a barátom, épített nekünk egy kutyus a strandon. Jön múlt a nagyanyám, látom, én is már bemegyek miatt. Nagymama jön az unukával. Nagymama, hadd játszak a cicitter! Nesze csak messzire ne vitt! Én meg állok, megmerevettem. Húja, előttem egy nagysága idegen. Nem, ekkora nagy mellek. Nagyságosan. Ha fogja meg a cicit? Hát mit képzel maga? Hát adok $100. Hát nem sül le, amilyen a képérül! Hát adok $200. Hát mit képzel, utcanő vagyok? Hát adok $500. $500? Na fogja. Istenem! Mit istenezik? Istenem, onnan kerítsek $500! Repül a szúnyog, hogy be van fásrészve a kis pucukája. Mi van, Eduard? Jaj, tegnap repülök hazafele, látom egy Szent János bogát. Lerepültem, bevágtam neki, az meg egy cigarettacsik volt. Akár mert élsz e nagy világban, magyar itt is, ott is lehetsz, de akkor leszel nyugodt és boldog. Akármikor ide haza jöhetsz, ne felejtsd el soha az országot, a gyermekéveket és a házadat, és azt a lányt, akit úgy szerettél, és a legjobb barátaidat, hát gyertek haza. Honvágy, nem gyógyítható. Honvágy, oly szívszaggató. Honvágy, sohasem múlik el, akármerre élsz, minket ne feledd el, sohasem. És tetszik tudni miért? Mert vár a Tisza és a Borzsa partja, a szőlőszüret és a háziból, egy disznótoros és a finom hurka, és tudnod kell, hogy várnak valahol jött a tap. Gyermek